ennyi idő eltelt, aztán még az emberek mindig ilyen félelemben vannak. És az, hogy valójában a legnagyobb probléma, hogy azok az emberek, azok meg már nincsenek az élők sorában, akik ezt valóban hitelesen elmondhatnák, hogy most engem ide lehoztak, velem ez történt, vagy mit tudom. Hát elkéstünk vele. Nem mi, hanem összességében elkéstünk vele. Mert ezt mindjárt ezeket a dolgokat legelőször 90 után elő kellett volna venni. Mert akkor még is szívesen beszéltek az emberek akkor róla, nagyon szívesen elmondtak, fölszabott. Tehát letették a súlyt magukról. És akkor utána jöttek a szocialisták, ugye az MDF után hatalomra kerültek, vége. Akkor most volt ez a 2006-os, ez a lövöldözés, meg ez a balhé, onnéttól aztán elnémult senki. Senki. Tehát nem is akarnak róla beszélni, mert attól félnek, hogy újra, amit ők átéltek, hogy ez újra visszajön. Döbbenetes. Most eszembe jutott az 50 éves évforduló, amikor a pohárköszöntőhöz én mondtam el a beszédet, és más nem jutott eszébe, mint hogy a Zala megyéhez három valami köt, a feleségem Zala megyei, itt volt az első munkahelyem, és innen kerültem börtönbe. Annak idején, amikor itt az első kutat megfúrták Lovásziban, ez egy szántóföldön volt, kukoricaföld volt a környékén, és ugye ott jelölték ki ezt a területet, és hogy mennyire nem volt az itt élő embereknek munkájuk, az azt is bizonyítja, hogy szembe a kuttal ott volt egy öreg körtefa, és az akkori fiatal emberek, azok minden reggel oda kivonultak a körtefa alá, és ott várták azt, hogy valakit fölvesznek dolgozni az olajiparban. Nagyon sokan elmondták, hogy nagyon jó fizetéseket adtak itt, tehát egy órabér az annyi volt, mint egy parasztembernek az egész napszáma. Báza keretje a zalai olajmezők első jelentős kőolaj és földgáz előfordulása volt. 1937-ben a Pap Simon vezetésével, amerikai tőkével és eszközökkel került feltárásra, majd 1941-ben a lovászi terület föltárása következett, közben felfedezésre került a nagylengyeli sűrű olajat gáz nélkül tartalmazó mézkőmező. A Maort, a munkásait a környező falvak dolgozóiból verbúválta. Elsősorban a valamilyen vasas szakmájú embereket keresett, tehát a falusi kovásokat, a falusi lakatosokat, akkor a gépszerelőket. Elsősorban ilyenek jelentkezését várta. A vállalat vezérigazgatója akkoriban Pap Simon volt, aki világhírű geológus volt. Lakótelepek létesültek, nagyon szép, göcsei típusú házak épültek. A mérnökkempen a vezetők számára, aztán a furomesteri kempen a középkáderek számára. 1938-ban alapították, és 1948-ig működött, amikor is az úgynevezett fordulat évén államosították, majd 1952-ben megszüntették, és helyette a magyar-szovjet olajipari vállalat jött létre. A megszüntetésére úgy került sor, hogy egy kirakat pert rendeztek, amelynek során Pap Simon vezérigazgatót halálra ítélték, és több magyar értelmiséget, mérnököt, geológust büntetésben részesítették, börtönbe zárták, sokan elhagyták az országot,
és mindenre azért volt szükség, hogy ingyen jusson állami tulajdonba, tehát nem fizetett a magyar állam az amerikaiaknak a beruházott tőkéért. A vezetőket szabotás címén perbefogták, elítélték, sőt a vezérigazgatót halálra ítélték. A Mao szellemnek köszönhető az, hogy például az 1956-os forradalom idején Bázakeretjén és Lovásziban milyen jelentősen összefogtak az emberek. Gelénházát sok új munkást is fel kellett venni annak érdekében, hogy azt a jelentős feladatokat ellássák. Épp ezért itt mégsem tudott összekovácsolódni egy olyan kollektíva, mint Bázakeretjén és Lovásziban. Ezért volt az, hogy az említett két maor telephelyen, Bázakeretjén és Lovásziban jelentősebb volt az 1956-os forradalmi esemény. Az aktuális politikai vezetők tulajdonképpen a tenyerükön hordták az olajipart. Rákosi Mátyás, később Kádár János is előszeretettel látogatták ezeket a településeket. Ez a kultúrház az 50-es évek elején épült, és megőrizte a kornak a jellegét. Ha végignézünk a díszleteken, minden a régmúltról tanúskodik, és tulajdonképpen vissza tudunk térni az 50-es éveknek a légkörébe. Hát még nem voltunk házasok, amikor ez történt. Fölhívtak, mind a ketten színjátszók voltunk, itt már ezen a színpadon, sőt még lenne a mozi helyiségben, ott is már szerepeltünk. Hát folytatva, hogy a vállalatnál volt egy művészember, a Vörös János bácsi, aki megbízást kapott ennek a domborúnak az elkészítéséhez, és ehhez kereste a modellokat. Így kerültünk idefele domborműre, és ez volt... Aki balettozik, az a Hóborili, hát szegény, azt hiszem, már nem él. Sajnos már nem élnek meg. Sok nem él már belőle. Aki itt a modellok közül. Hát 1954 őszén készült ez munkával kapcsolatos értekezletek, gyűlések, párt, szakszervezet, társadalmi, minden itt zajlott. Amikor én Lovásziba kerültem, már tulajdonképpen az államosítás lezajlott. Akkor már úgy viszonylag nyugodt helyzet volt, kialakultak a vállalatoknak a felépítései. Engem a termeléshez osztottak be Lovásziba azzal, hogy a próbaidőm után majd megkapom a végleges beosztásomat. Az alai olajkutatásokban 1954-től vettem részt. Bázakeretjén vezető geológus beosztásban működtem. 8 évvel ezelőtt jártam én itt utoljára. Akkor két a forradalomban részt vett emberrel. Ez volt a Lovászi AVH laktanyának a pincéje, és sok visszaemlékező szerint ide hozták le azokat az embereket, akik nem illettek bele a képbe annak idején. Beállították őket a vízbe, sok-sok fázást, betegséget szedtek ezzel össze ezek az emberek, és hát nem is jó róla beszélni. Az 50-es évek elején készült ez az épület, és ugye az a hír járt akkor róla, hogy ez egy ilyen konzervgyár lesz, és az emberek abban a hitben is voltak,
hogy az lesz, és talán örömmel is vették, hogy itt az asszonyoknak, családtagoknak lesz majd munkájuk, és amikor ez elkészült, akkor szembesültek vele, hogy egy laktanya lesz, és abból a célból építették, hogy az itt lévő AVH-s katonák elsősorban az olajiparnak az objektumait, kutyait, épületjeit védjék. A tankállomásokon bent az üzemőrséget ők látták el annak idején. Az 5-ös tankállomás Lovasziba a főgyűjtő volt, tehát a olajmező ilyen szakaszokra osztódott, és mindegyiknek volt ez úgynevezett tankállomása, amelyik a környezetében lévő olajat összegyűjtötte. Itt volt az a helyiség, ahova lehozták azokat az embereket, akiket aztán bilincsbe vertek, vagy megkötöztek, hogy ezen a kis befalazott ajtón vitték be őket, és hogy itt tartózkodtak a másik oldalon. Ott egy teljesen más méretű ablak is van, illetve egy ilyen acélpáncél kis ablakocska van, amit be lehetett zárni, hogy, tehát gondolom, hogy a hang se menjen ki, meg a fény se jöjjön be kívülről. Akik itt dolgoztak, azok mesélték el, hogy itt körbe kibontották a bilincseknek a helyét, vagy hát azokat a vasakat, ami az a bilincseket hozzá lehetett kapcsolni, hát illetve láncok voltak rajta ezeken a vasakon. Hát belegondolni is rossz, elgondolni is. Ennek a laktanyának azóta a híve, hogy sok embert meghurcoltak a pincébe, bezártak, sokat meg is vertek, sok embert megvertek, lovásziakat is, tóriakat is. Az épületben én is voltam bezáró, úgyhogy letartóztattak, és levittek a pincébe, és egyedül, ahol se ülőhely, semmi, belöktek egy sötét terembe. Ott volt egy laktanya tele ávossal. Én minden nap ott mentem el az ávos laktanya mellett, amikor hazulról mentem a munkahelyemre, a központba. Képzeljük el, hogy a 4 órakor volt vége a műszak, akkor volt egyik műszakváltás, délután 4-kor. Akkor azok a dolgozók, akik leadták a munkát, a műszakot, elmentek a kenyérbolthoz sorba állni azok, akik mezőgazdasági termelést folytattak odahaza, a kenyérboltba vették meg a kenyeret, mert nem hagytak nekik annyit, amennyiből a saját termésükből megsüthették volna a kenyerüket. Na, ez okozott, de ez, hogy mondjam, azért voltak az ávosok, hogy ezt elnyomják, hogy tudomására hozzák a népnek, hogy csúnyán szólva pofa be. Az olajipar dolgozói egy zárt közösséget alkottak. Ezeket az embereket az olajipar szeretete és az eredmények óhajtása kovácsolta össze. Az egyik nagyon nagy intelligenciát követelő megoldást kívánó probléma az volt, hogy az úgynevezett munkáskáderek azok nagyon sok előnyt élveztek, amit a többiek jogtalannak ítéltek. Azután az is okozott problémát ebből a nagy egységből, hogy tartottak a szovjetbe végzettektől, hiszen tudták, hogy ők a vezetők utódai lesznek, és ez így is történt, mert akik a Szovjetunióból jöttek haza, egyből vezető állásba kerültek. Ezek okoztak feszültségeket, azonban az olajipar szeretete ezt hosszú ideig ellensúlyozta. Bázakeretje Lovászi térségében egy összekovácsolódott értelmiségi és munkás gárda tevékenykedett az olajiparban, és ők a normális, tisztességes életet, a demokráciát szerették volna elérni. Itt Gelénházán már egy kicsit vegyesebb volt a társaság, mert itt arányaiban
túl sok volt a Fischen felvett munkás és egyéb dolgozó értelmiségi az olajiparban, viszont ők is egy nyugodtabb, feszültségmentes életre vágytak. Anyagi okai talán sehol sem voltak az itteni forradalom kirobbanásának, mert az olajiparban mindenhol jól kerestek. ...1952-ben termelésbe állították a nagylengyeli olajmezőt, ami akkor jó 10 éven keresztül a magyar olajipar legjelentősebb üzeme volt. Közel 500 kutat fúrtak le nagylengyel térségében. A nagy csoda az volt tulajdonképpen, hogy a magyar parasztból olajipari szakmunkást képeztek, akik úgy köszöntek, hogy jó szerencsét, és ebből várbúválódott össze az az olajipari együttes, amelyik magáénak érezte ezt az egészet, és mindmáig egy igen összetartó egységet képviselnek. A magyar paraszt ott a környékben szívesen ment be az olajiparba. Szívesen ment be, mert az biztos kenyeret adott és viszonylag jól fizetett. A magyar paraszt szerette a földet valóban, és ameddig nem volt kényszerítve, nem is vált meg tőle. Az volt a, hogy mondjam, a lelkileg a kötöttségük. A Gelléházi olajos 56-as forradalom kitörésében bizonyára az is szerepet játszott, hogy itt a térségben sok falusi ember dolgozott, aki korábban fölművelésből élt, és a TSS-ítés is nagyon sok kárt okozott az emberek lelkében, és egy részük annak ellenére, hogy jól keresett az olajiparban, szeretett volna visszamenni, önállóan gazdálkodni. Borzalmasan megkínozták itt az embereket, főleg itt a határ félen. Volt nekem egy nővérem, és amikor innen elment 1949-ben, azóta nem jöhetett haza. Tanácsi igazolást kellett kérni, hogy átépeti-e a határsáv, belépett a határsávból. Akkor még azt is megvizsgálták, hogy ki két laki ember, mert ugye aki az üzembe elment dolgozni, és itthon is dolgozott, az két laki ember, és azt megbélyegezték azt az embert, aki itthon is dolgozott. Úgyhogy ez egy borzasztó, hogy bántok akkor az ipari munkásokkal is, itt, akik elmentek dolgozni. Na most egy egyszerű paraszt gyerekek voltak, akik elmentek oda. Se szakma, se iskola, semmi az égvilág, és elmentek az olajosokhoz dolgozni. És amikor itt volt egy kis hölgyük, volt egy zártkerti hölgyük, vagy szőlőjük a hegyen, abban dolgoztak, az már hiba volt, az már baj volt. A Lovász Iván úgy kezdődött, hogy hallottuk a rádióból a híreket, hogy Budapesten fölvonulnak, később Budapesten lőnek, Budapesten tüntetnek, Budapesten ilyet-olyat követelnek, és ez ért az üzembe is. Ugye október 23-án voltak az első megmozdulások Pesten, ez végső soron 26-án gyűrűzött be Lovásziba az üzembe. Amikor is a gépműhely dolgozói tekintettel arra, hogy azok voltak egy helyen munkahelyileg, akik a műhelyben dolgoztak, azok egy része szakmunkás volt, tehát volt valamilyen világlátásuk. Azok kezdték el, hogy mi is csináljunk valamit. Amikor hírül vették azt, hogy Pesten mi történik, hamarosan nálunk is, 56-ban, Bázakeretjén is, mégpedig érdekes módon a gépműhelyből indult meg azután
a fölkelési tevékenység, hogy ne úgy legyen, ahogy eddig volt. És ez elsősorban a politikai vezetés ellen irányult. A vállalat dolgozói, a vállalat teherautóival a környező falvakba a forradalom mellett agitáltak. Teherautóra ültek a munkások, és a környező falvakba is elmentek, és vitték a bátorító hírt. Meg lehetett ismerni ezeket a járműveket, egy hatalmas nemzeti színű zászló volt kitűzve. Előkerültek a zászlók, aztán följöttek ide a vegyesboltba, vásároltak nemzeti színű szalagot, illetve hát nem vásárolták, mert a boltos ingyen adta az egész tekercset. Lent darabokra vágták, kitűzték az emberek, és ebbe a fölfokozott, mámoros, forradalmi mámoros hangulatba indultak végig itt az üzemből kifelé, ezen a akkor még nem aszfaltos, ilyen makadám út volt, több százan, ötösével, hatosával összefogózkodva, a budapesti felvonulás hangulatát idézve, először megérkeztek ide a hátunk mögé a závós laktanyához. Amikor ez a forradalmi felvonulás megvolt, és mielőtt még este találkoztak volna, autókra ülve az emberek csoportokba mentek éltetni a forradalmat, a környező községekbe, Csömödérbe, Tornyi-Szentmiklósra, aztán akkor még szintén községnek számító Lentibe. Amikor megvolt az a felvonulás, megérezték a dolgozók a saját erejüket, hogyha elhatározzák, hogy leverik a vörös csillagot, akkor leverték a vörös csillagot. És ennek következtében aznap délutánra, 26-án délutánra nagygyűlést hívtak össze a kultúrházba, hogy hát megbeszéljék a helyzetet, és akkor létrehozták fölkiáltásos szavazással a munkástanácsot, és megfogalmazták a követelések pontjait. Emlékszem, már itt ebben a helyben itt volt a első összejövetel, amikor itt ordibáltuk be, hogy ki legyen a munkástanács tagjai. És ha nem a Farkas Béla lett volna itt a főnök, akkor, akkor itt nagy cirkusz lett volna. De ő azért azon volt, hogy csillapítani az embereket. Természetesen megalakult itt is a munkás tanács, majd később megalakult a Dunántúli olajipari összevont munkás tanács, amely az alai olajipari üzemek munkás tanácsaiból és a siófoki kőolajvezeték vállalat munkás tanácsából állt össze, és innét Gellénházáról az 56-os forradalmi események harmad napján elmentek vállalati géppocsikkal Zalaegerszegre, és ott segítettek a vörös csillag leverésében, illetve a vasútállomással szemben volt egy szovjet hősi emlékmű, amit egy Molotov gépkocsival ledöntöttek. '56-ot megelőző időszakban is már, aki volt az itt lévő üzemvezető, az egy elég szűklátókörű, tehát egy ilyen ortodox kommunista ember volt, nem volt nagyon népszerű a dolgozók körébe, tehát féltek is a dolgozók tőle, és amikor elérkezett ez az 56 időszaka, akkor tulajdonképpen elkergették, elzavarták ezt az üzemvezetőt innen. Aki aztán később, amikor a forradalmat leverték, akkor visszatért ide, és annak rendje és módja szerint a megtorlásokat elkezdte, hétről hétre, hónapról hónapra hívogatták be az embereket ő személyesen, hogy kinek milyen szerepe volt itt 1956-ban Lovásziban, és akkor ennek megfelelően kapta büntetését, elbocsájtották, áthelyezték, bércsökkenés volt, vagy egyszerűen elküldték innen a vállalattól. A szovjetben végzettek egy része igen keményen föllépett, a másik része pedig azt mondta, hogy a muszkát haza kell zavarni.
Most a szovjetekbe végzetteknek egy része, majdnem mindegyik, orosz feleséggel rendelkezett, mert tanulmányaik során onnan hoztak feleséget, ők pedig külön menedéket kértek az Alegelszegi Pártbizottságból, úgyhogy így kezdődött az űrzavar, és hát ez a feszültség bizony fokozódott az események során. Megfogalmazták már a 12 pontot is, gyakorlatilag az olajipar volt itt Lovászban az, ami a környéket lángba borította. Megválasztottak, kiki inkább mondhatni, hogy kikiáltottak a munkástanács elnökének. És mint ilyen vettem át az igazgatótól a vállalatot, mert az igazgató ott hagyta a munkahelyét és eltávozott. Úgyhogy a kulcsokat, például az ő saját páncélszekrényének a kulcsait én nekem adta át. Farkas Béla mérnök kérésére minden munkahelyén önként jelentkezőket kértek a nemzetőrségbe. Én is jelentkeztem. Feladatunk az üzemvédelme volt. A nemzetőrségbe sok fiatal jelentkezett. Megkaptuk a hosszú dióverő puskákat. Ezzel teljesítettük a 24 órás szolgálatot. A pihenés és étkezés is a laktanyába történt. Innen jártunk a többiekkel őrségbe. Farkas Béla csitította a hétköznapi embereket, mert amikor felvetődött az a dolog, hogy az oroszoknak nem adunk egy csöpp olajat, azt is mondták az emberek, hogy inkább égjen az olajmező, vagy begyújtják, vagy bármit tesznek, csak az oroszoknak a kezére ne jusson. A követelések között szerepelt, hogy a kutakat zárjuk le, és már az olajat, a kitermelt olajat a szovjet tankok elviszik. Ezért szerepelt egy olyan tétel a követelések között, hogy a szovjet tankoknak olajat nem adunk. Mentem motorral Lovászéba föl a fürdőhöz. És az olajbányászok ott gyülekeztek, és a fürdővel szemben volt egy szobor, amit lehoztak onnan. Amikor a kultúrán levették a csillagot, ott én is ott voltam. Elmentünk Kun Miklós lakásáról, ahol Kun Miklós lakások ki volt bélelve, mi képekkel Lenin, Stalin, Rákosi nagy képek voltak, méterszer méteres képek voltak, vagy talán nagyobbak, amik be voltak, előtte be volt üvegezve. És azt hordták ki onnan a szobából. Én csak arra emlékszem, hogy a legutolsóm volt Rákosi Mátyás nagy képe. És azt kihozta, és azt mondták nekik a tüntetők, hogy tapossa ezt, mert a többi csecse taposta, csak a Rákosit nem. És oda kitámasztotta, én beleléptem a Rákosinak a képébe, ami később bíróságról is kerültem. Tekintettel arra, hogy a tartályaink lassan teltek olajjal, egyre veszélyesebb kezdett lenni, mert a legkisebb tűzveszélyes tevékenység robbanást, sőt a környező természet leégését okozhatta. Ezért a munkástanács igyekezett a dolgozókat úgy megfékezni, ha szabad ezt a szót használni, hogy a rombolásokhoz tartózkodjanak. A becsületes szakemberek hazafias érzelmi indítatásból úgy gondolták, hogy ők elsősorban a magyar emberek, a magyar szükségletek ellátására biztosítják a kőolajat és a földgázt. És volt, aki azt mondta, hogy inkább égjen az olajmező, mint hogy a szovjet tankoknak szállítsanak üzemanyagot.
Egy idézetet szeretnék én most felolvasni. Az október végi esemény. A nagylengyeli kőolajtermelő vállalat munkástanácsa a vállalati vagyon megvédése érdekében levélben fordult az zalaegerszegi járási rendőrkapitánysághoz, melyben fegyvereket kért a nemzetőrség számára. Idézet, hogy miért? Tekintettel arra, hogy a magyar nemzet olajellátását biztosító nagylengyeli olajmező egyes népi tulajdon képező tárgyai, kutak, de főleg a milliós értékeket képviselő olajtartályok, zárójel bezárva, jelenleg minden őrizet nélkül állnak, kérjük, hogy a felállított nemzetőrség részére legalább 10 darab tűzfegyvert átadni szíveskedjenek. Bízunk abban, hogy erről nem fognak megfeledkezni, és elősegítik dolgozóinkat abban, hogy a magyar olajat a magyar hazának biztosíthassák. Jó szerencsét! A dolajzsoknak sokat köszönhetünk azért, amit akkor itt csináltuk. A kommunistákat elzavarták és kisöpörték meg az ávósokat. Az ávós tisztek azok mind elbújtak. A Továszi lakótelep alatt, az ávó laktanyából azok elmenekültek. És akkor már csend lett, én elmentem lentibe, saját motorommal. Lovászi környékén jellegzetes hang volt a úgynevezett Thomasen motorok kipufogója, amelyik nagyon érdekes és jellegzetes hangot adott az egész környéknek. Na, ezeknek a működése egy darabig hallatszott, aztán utána a tartályok föltelésével leállítottuk ezeket is. 1956-ban Siófokon voltam az olajiparban, szervezett kőolajvezeték vállalat főmérnöke. Az alai olajmezők az olajszállítást leállították, mert a mi vállalatunk a három zalai olajmezőből szállította csővezetéken, csőtávvezetéken az olajat, a csepeli, az almás fűzítői, a szőnyi és a péti finomítókba. A forradalom másnapján vagy harmadnapján engem megválasztottak a munkástanács elnökévé. A fölkelésnek sok minden oka mellett az is az, az elégedetlenség, hogy a belügyi hatóság emberei is ott táboroztak. Az elégedetlenség odáig csapott föl, hogy a tulajdonképpen nem tetszés elé ül, a kultúráz előtt volt egy ilyen szovjet emlékmű, egy elég szociál típusú fegyveres kiskatona szobra a gitárral, a dobtáras géppisztolya, és én akkor éppen Bükön voltam fúrást ellenőrizni, de ugye a feleségem meg a barátaim elmesélték, hát egy traktor került oda, és akkor hurkot vetettek rá, és lehúzták. Nagybátyám, Csonkás Sándor, aki bázakeretjén raktárvezetőként dolgozott akkor, színes diafelvételeket készített a bázakeretjei szovjet emlékmű ledöntéséről. Úgy tudom, hogy alig maradt fenn színes kép az 56-os forradalmi eseményekről. Ő azelőtt már évekkel itt dolgozott. Már amikor mi megesküdtünk 50-ben, ő itt dolgozott mindig.
traktoros volt, gép, ilyen ránytalpas traktorra járt. Ugye azzal vonultak föl akkor. Hát rákötötték a kötelet, és hát a traktorosnak meg az volt a dolga, hogy lehúzta. A papa volt a traktoron. És akkor, hogy volt, én nem tudom, de hát leborították a szobrot, ugye mindenki hazament, mindenki szanaszélye, ment tovább a dolgára, ez így ment. November 4-én elterjedt, hogy jönnek az orosz. Mészigetűnél vártuk az oroszokat, de nem jöttek. Később Bázakerecséről érkeztek meg autóval. November 4-e után én elmentem, én azt hiszem küldetéssel mentem, valaki engem fölkértek, hogy menjek el lentibe, és nézzem meg, az a hír járta, hogy bemondak a ruszkik lentibe. És én elmentem a motoromon, és amikor vasúti átjáróhoz értem, akkor láttam, hogy két harckocsi, nem is harckocsi voltak, hanem rohamlöveg, két rohamlöveg, páncél, meg gumikerekek voltak, és azok jönnek ki. Hát én ott meghordtam és jöttem vissza, szegény kis cecskámnak húztam a fülét, hogy menjenek, és jöttek, hát majdnem elértek. Jöttek utánom, két kézigránát ben volt a zsebembe. Az egy a vécsei kézigránát, egyik a bal, másik a jobb zsebembe. Hát ha gondoltam, ha engem ott ezek elérnek, én nem vagyok már ma itt. Elhagytam a harckocsikat, mert az én kis motorom azért csak jobban ment, ott elhagytam, és ott hátra néztem, nem jöttek, hogy távol voltak, beledobáltam abba a mély járakba a kézigránátokat. November 4-e után jöttek, kezdődtek a megtorlások, a letartóztatások. Nálunk is fölmerült a családba, hogy menjünk vagy maradjunk. Mondogatták, hogy szedik össze az embereket, és akkor a papa is beleesett. Elvitték őket, megverték. Akkor hozzángették mind, de az elbocsátási levelet ez alatt az idő alatt már kihozták. Jöttek házkutatásra is, azt is megtartották. Kérdeztem, hogy akkor végeredményben mit keres. Annyit mondott, hogy fegyvert. Az üzem kapott kormánybiztost, a Kádár kormány már valamennyire megerősödött, de nem csak ebben jelentkezett a hatalom, hogy kinevezett oda egy főnököt, egy kormánybiztost, hanem abba is, hogy a környékben kezdtek letartóztatások lenni. Mint munkás tanács elnök, tulajdonképpen a letartóztatásomig funkcionáltam, ha nem volt mit tennem, mert az üzem ment a maga útján, de tudtam, hogy én is hamarosan következek, hát ez be is következett január első napjaiban, amikor este 9 órakor beállítottak a lakásunkba, vagy 3-4 rendőr, aztán közölték, hogy házkutatást jöttek tartani, átadták a parancsot, házkutatási parancs, és hát mondom, tessék, itt van. Abban benn volt az is, hogy azért tartanak házkutatást, mert fegyvert rejtegetek, és röpcédulát készítek.
küldtek egy levelet, hogy jöjjek oda, az édesanyám küldte, hogy jöjjek oda, mert keresnek a rendőrök is a pufajkások. És akkor elindultam haza, mert busszal jöttem Kanizsáról, és a busz megállóban az édesanyám kínált, és várt engem, és intett, hogy ne tájasszak, menjek. És elmentem fel Lovácsiba, 14 karotarmisra álltott a kantinnak az ablakok alatt, és ezzel levittek engem az ávóra. Így volt az életartóztatásom. Akkor mondták, hogy most nekem velük kell menni, még a jegyzőkönyvet fölvenni. Hát akkor tudtam, hogy ez a velünk jönni, ez mit jelent. Hát elvittek a ávós laktanyába, és elvittek bennünket Letenyére, mert ott volt a járás székhelye. A letenyei rendőrségre vittek bennünket, de onnan még felszedtek egy-két odavalósít, és elvittek bennünket Zalaegerszegre a megyei kapitányság pincéjébe, amelyik már akkor zsúfolva volt, mostán már be se fértünk a szószoros értelmébe, mert annyi hely nem volt, hogy este mindenkinek fekvőhely a betonon, fekvőhely jusson, hanem volt, aki ülve aludt. 57. május 7-én tartóztattak le. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése, és azután később az akkori iparügyi miniszter kiterjesztette szabotással is a letartóztatás megindokolását. A Lovásziból, Keretjéből elsősorban a főmérnököket, mérnököket, geológusokat fejezték le, és a mi ügyünket Majerszky Béla és társai címen 13-an vagy 14-en voltunk, indult az eljárás. Megkezdődtek a kihallgatások. Amint kiderült, nem helybeliek voltak a kihallgatók, hanem Budapestről jártak le, de mint főhadnagy volt, rendőrfőhadnagy, legalábbis így írták alá a jegyzőkönyvet. Végül aztán összecsomagoltak bennünket, és fölvittek Budapestre rabomobillal. Egy nagy olajos pert akartak csinálni. Az internáló táborból is kiszedték azokat, akik internálva voltak, és így végül összeálltunk 10-valahányan, 13-an, ha jól emlékszem, akik egy csoportba kerültek. Ez volt a Majerszky per, a dunántúli dolgozók kerültek itt egybe. Én néhány pofont kaptam, amelyik inkább erkölcsileg bántott, mint a fizikailag, mert mégis egy már valaki voltam az életbe. Felvittek a letenyei kapitányság foglyájából. Adottam két nap, két éjjel, utána elvittek Zalaegerszegi börtönbe, éjszaka vitte engem ez az őrnagy. Zalaegerszegi börtönbe ott voltam 9-10 napig, és egy fiatal ember várt engem ott, és felolvasta nekem az internálási végzést. Nagy Kanizsán volt a tárgyalás. Ott megvolt annak még az a szépsége is, megint idézőjelben, hogy mindenki egymaga volt az árkába. Tehát az egész tárgyalás alatt egyedül voltunk az árkába. Az ügyész négyünkre nem halálbüntetés, nem azt mondta, hanem a legsúlyosabb büntetés. Tehát halálbüntetést kért négyünkre, köztük rám is. Én kaptam a jelenlévők közül a legtöbbet, 13 év börtönt, 10 év jogvesztést, teljes vagyonelkobzást, ezt kaptam én a ítéletbe.
57. februárjában büntetésből az építkezési helyeztek segédmunkásnak. A béremet 6 forint 80-ról 5 forint 20-ra csökkentették. Megtorlás alatt lettünk mindenki. Péradobott mindenki, került. Mi soha semmi szórakozási helyre nem mehettünk. Kicsi gyerekem volt, még ő is, amikor már kezdett nőni, mindig azt mondta, hogy anyukám, hogy ahogy mi nem mehetünk sehova. Nagy rettegésben éltünk. Nagy rettegésben éltünk, csak féltünk, hogy hát mi lesz. Mert nem volt nyugodalom. Megjöttem pénteki napon, hétfő reggel már kellett mennem a kapitányságra, ott azonnal rendőri feliratot alá helyeztek. Itt voltam munka nélkül. A lányom megszületett már, az első lányom. Munka, nem engedtek dolgozni, nem engedtek el sehova. Amnestiával kiengedték a 56-os elítélteket. Én konkrétan egy üzenetet kaptam az akkori tröszti vezérigazgatótól, hogy jelentkezzem az olajiparnál munkára. Zalába nem, de máshol lehet. És a szabadulás után kb. Egy hónappal már el voltam helyezkedve. Orosházára vettek föl, én Orosházán laktam albérletbe. A feleségem, ő meg Győrnél lakott albérletbe, aztán végül sikerült összejönnünk, hogy ő kapott egy tanyasi tanítói állást, mert hát azért csak petyes volt a férje, ugye. Gyalog járt ki a szerencsétlen télen, fagyba, 3 kilométerre volt a vasútállomástól az iskola. A Maort per és a Majerszky per átível a magyar olajipar jó 2 évtizedes érintett történetén, és ezek jelentős szerepet játszottak abban, hogy az iparban tevékenykedő szakembereket mennyire meg tudták félemlíteni, és adott esetben irányítani politikai célok érdekében. Az emberekben még mindig van egy bizonyos félelem. Érdekes az, hogy a korábbi összetartás átfordult, magába fordultak az emberek, talán nem tudni pontosan miért, hogy félnek, és egy-egy idős embertől csak akkor sikerült megtudnom bizonyos érdekes részleteket, akár a Maort perről, vagy az 56-os forradalom alatt és utáni eseményekről, hogyha nagyon közeli kapcsolatba kerültem. Egyébként magukba zárkóznak az emberek, és nem szívesen beszélnek sem a Maort perről, sem az 1956-os forradalmi eseményekről. Egy érdekes történetet mesélnék el 1956-tal kapcsolatban, amikor volt az 50 éves évforduló 2006-ban, akkor az egyesületünk, a Kerkövölgye Baráti Kör Egyesület elhatározta, hogy újra játsszuk az 50 évvel előtt történt eseményeket, és ilyen stációkra építettük föl 56 lovászi történetét. Az olajüzemtől indultunk el, majd az Ávó laktanya, a Strandsarka, a Sztálin emlékmű, a Kultúrház, és így végig. És amikor összetalálkoztunk az ünneplő tömeggel ott lent az üzem előtt, ezt megelőzően hát több tucatra való nemzeti színű zászlót hoztunk, hogy kiosztjuk ott az embereknek, a felvonulóknak. És ezek az idősebb, koros emberek, tehát akik már azért jóval túl voltak, akkor is már a 70-en, szinte döbbenet ült ki az arcukra, amikor nyújtottuk feléjük, vagy nyújtottam felé a zászlót, és szinte nem merte elvenni az zászlót. És akkor döbbentem rá, hogy úristen, hát ezek az emberek még mindig félnek. És nem beszéltek többet 1956-ról. Tehát ez egy ilyen tabú lett, egy ilyen kolonc lett tulajdonképpen, hogy mondani szokták, hogy
hogy el van felejtve. Tehát erről ne beszéljünk, szinte mintha azt sugalnák, azt várnák a bizonyos politikai körök vagy politikusok, nem is tudom, hogy lehetne ezt igazából megfogalmazni, hogy ezek az emberek már tűnjenek el a történelemnek a süllyesztőjébe, ne legyenek már az élők sorába, mert egyszerűen el van felejtve. Itt is, másutt is 1956. Azért mégis akadnak emberek, akik tudnak és főleg mernek emlékezni. Így aztán talán mégsem lesz az egész olyan, mint egy megkopott fekete-fehér fénykép.